Nem. Nem. Nem háj. Nem, Patrik, nem hájhatsz ide. Na sziasztok srácok, még mielőtt elindulnánk és elkezdődne ez a videó, ismét egy outfit check-kel kezdem. Így nézek ki. Ezt az inget választottam egyébként, ez már nagyon sokszor volt rajtam, ez a nyári ingem, illetve mutatom a többi részét, hogy beleférjek. Azóta is profi a technika, mint mindig, szóval ezt a kis fekete táskámat választottam. Rövid nadrágomat, illetve a Birkenstock papucsomat, amiből szintén fogok venni egy újabb színűt is, hogy ne csak mindig ez legyen. Szóval találkozunk a kocsiba. Sziasztok srácok, ismét itt vagyok, ismét én egy újabb videóval, mellettem ül Adrián. Ugyanis most el fogunk menni és leforgatjuk a gyorséttermi kajás mukbangos kibeszélős videónk második részét, és fagylaltokat fogunk kóstolni, jól hallottátok, igen. Megyünk a KFC-be, a Mekibe és a Burger Kingbe, és a legcuccosabb, azt találtuk, hogy a legdurvább fagyikat fogjuk megkóstolni. Igen, minden, McFlurry, Big Flurry, King Fusion, stb. Szóval ezeket fogjuk megkóstolni, irány a KFC. Na srácok, kisebb komplikációk adódtak, megpróbálunk itt elférni, éppen egy ütközés történt előttünk. Ez az, amiről beszéltem srácok nektek, hogy mi Adrival bármit kitalálunk, bárhova megyünk, ott mindig kaotikusság lesz. Tehát, hogy most is nem tudjuk használni a drive-ot egy drive-os videónál. Yes. Előttünk ugye a KFC-be srácok, ugyanis megéheztem, és kitaláljátok, hogy mit fogok enni. Pokébolt! Szóval eszünk egy pokébolt, utána újból megyünk a drive-ba, és kikerjük a fagylaltokat. Yes, Adrián még nem tudja, hogy mit eszik. Tudod, mit eszel? Fingom sem. Akkor még kicsit várunk. Szia, egy pillanat! Szia, Oksi! Nekem is. Szia! Most kérjük ki már egyből a fagyik? Ne, elolvad. Én egy mexikói pokébolt szeretnék kérni. Szia, szeretnék kérni egy mexikói pokébolt. Pokébolt? Igen. Mi kell hozzá innivaló? Innivaló, valamilyen mentes tea. Egy, hozzá szeretnénk kérni egy mentes teát, valami cukormentes. Van esetleg? Igen. Sajtburger menüt. Milyen üdítővel? Zero kólával. És szeretnék a sajtburgerbe egy kis békönt. Oh. És plusz mellé 4 darab hot wingset. Valami nem wings, hanem az a scripts, vagy mi az? Igen. Milyen szószotok van? Ketchup, pop, egymás, majonéz, édesse, vagy a barbecue, Kentucky golcó. Kentucky golcó szeretnék hozzá kérni. Most még 2 darab scriptset, bocsánat, ez még elmaradt. 2 darab pop, vagy más szósz. Akkor ez így 6400-es lesz, és következő abban nem fogsz szóval kérni. Rendben, köszönöm! Szia! 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 Tirur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 ir
Köszi, szia! Rögtön ezzel kezdjük, ez egy cukormentes teja, illetve egy cukormentes kóla. Ez a tea, srácok, ez tényleg jó. Folyik a várakozás! Kis ellenőrzésed. Minden megvan, köszi! Elnézést, tehát nem hallatszik semmi a videóból. Nem tudom. Szóval srácok, akkor én folytatom a videót, kicsit hangosabban beszélek. Vannak az ilyen stripseim, ez két ilyen cuki kis stripsi-bipsi. Vannak a krumplik. Itt van az én pokebolom. Ez a garlic KFC, don't káromkodj in my video, thank you. Viszlát! Hát akkor megesszük most ezeket az ételeket, viszont ez még nem kimondottan a videó része, ugyanis fagyikóstolással, igen, ez ebédünk, szóval fagyikóstolással lesz majd szó. Szóval kínosztorikat kértem, és rengetegen írtatok egyébként, ezeket fogjuk majd a fagyikóstolás alatt felolvasni, előtte viszont megebédelünk, szóval jó étvágyat nekünk! Na megebételtünk, srácok, isteni volt, köszönjük szépen KFC. A lényeg az, hogy most ki fogjuk kérni a fagyinkat, és mivel a KFC-ben nem lehet fagyit kapni, nagyon meleg van. Ezért sékeket fogunk kikérni, egy mogyoróvajas séket, illetve egy banános csoki séket, és ezeket fogjuk megkóstolni, és utána jöhetnek a kínosztorik, szóval tartsatok velünk. Sakás, Shakespeare. Shakespeare. Szia, hallgatom a rendelésen. Szia, szeretnék kérni egy kis darab... A magyaróvajas séket és egy csokis málna, epres, banános. Oké, akkor egy darab kis... Várlak a másik ablaknál. Oké, köszi. Köszi. Már most rosszul vagyok. Én is rosszul vagyok, aztán zárjuk le ezt a videót és menjünk haza. Igen. Nem!
Ez a videó lényege, hogy rosszul legyünk és okádjunk a sok édességtől. Nincsen csoki balási, megszűnt ez a promóció 22-én. Oh. Nem, nem, azért van ki, mert mi nem tudjuk kicserélni. Akkor sima csokisat tudok adni, vagy esetleg keverjük valami mással. Keverjünk valami extrát. Nem garantálom, hogy jó lesz, de akkor mondj valamit, hogy miért csináljuk. Van magyaróbaj, eper, csoki, karamell. Akkor legyen karamell és eper. Fúj, ne! Fú, hát attól fosni, mert hányi. Jó, akkor legyen karamell. Karamell meg csoki, nem? Jó, csoki is karamell. Jó. Amúgy? Ez tök király. Igen. Srácok, nem volt olyan shake, amit kinéztünk, ezért kapunk egy olyan shake-et, ami nem is létezik, és nincs rajta a menüjön. De azért ez a karamellás epes, ez tök jól hangzik, nem? Disgusting. Na, megérkeztek a sékhelyeink. Shake it up! És akkor valószínűleg ez lesz a csokis karamellás, ez pedig a magyaróvaj. Oh my Jesus. First try video. 3, 2, 1. Nem tudom. Amúgy... Good. Nagyon jó, mint a Reese's. Ez, srácok, nem tudom. Ez az extra, tudjátok, ami nincs a menün. Köszönjük szépen így utólag is, hogy ilyet egyáltalán kaptunk. De ez fura. Jó, basszus, ebben több a cukor, mint a nem cukor. Nézzétek, itt az alján vannak ezek a kis cuccok. A karamell csoki? Yes. Na gyerekek, egyébként rengetegen írtatok, és mindegyik anonim, szóval nem tudjuk, hogy ki írta, ez benne az izgalmas. Nagyon sok ilyen sztorit, kínos történetet kaptunk, szóval ezeket fogjuk most megnézni. Ja, és fun fact, hogy nem nyitottam őket még meg, szóval most lesznek a first reaction-ök. Igen, amúgy meg akartam őket nézni, nem bírtam ki, de Adri mondta, hogy nem. Akkor kezdjük is el. Az első, hogy egyszer futottam haverom elől, és beestem a nagy kukák közé. Végignézte mindenki a buszra. Hát, amúgy fűződik neked is egy sztorim. Kukás vagy buszos? Buszos. Szóval a következő, hogy lehúzták a nadrágom tessé urán mindenki előtt. Mármint, hogy szerinted az is, hogy... Nem tudom, szerintem a kukendári azért csak nem lopott ki. Vagy a punnendári, tudja. De ez, amúgy ilyet ne csináljatok, ez nagyon rossz lehet. Ez nagyon megalázó, Jézusom. Még szerintem poénból se. No way. Következő. Szakítottam az akkori barátommal, akit Petinek hívtak, mert másba lettem szerelmes, összejöttünk a másik emberkével, akit szintén Petinek hívtak, akivel azóta is boldogok vagyunk. Igen, is üzenjük, hogy de jó nektek, forever single, together. A két kapcsolat között egy hét telt el, a mostani páromnál hagytam a lakáskulcsom, hívtam, Peti, nálad hagytam a lakáskulcsom. Mi? Lehet, hogy az exét hívta fel, hogy mind a kettő Peti? Lehet. És akkor őt, hogy én átírtam az exemet arra, hogy egy senki, és akkor... Girl! Tényleg így van bent, hogy egy senki! Kiderült, hogy rokonok vagyunk a krásommal. Na ez. De ez fáj is, tudod? Ez így legbelül, szerintem ez fájdalmas. Sóvárogsz utána, és így megjelenik egy temetés. És akkor nem az van, hogy mondjuk összejön egy másik csajjal, vagy másik fiúval, és hogy jól lecsúsztam róla, hanem kiderül, hogy a rokonod, szóval soha szerintem nem lehetkeztetek semmi. Rokonok. Következő kínos történet. Egyszer a suliban télen volt egy hosszú jeges rész, ahol mindenki csúszkált. Sorba álltunk mi is, mert körülbelül ott volt az egész suli. A végén pont a crushom volt, és ő fogta ki az... Ő fogta ki az embereket, én következtem. A végén konkrétan nekiestem, megöleltem és beestem a lába közé. Nagyon ciki volt. Nem figyeltem ebben a történetre. Jézusom, tudod, amikor olvasol, de nem tudod, hogy mit olvasol. Én úgy mindig így olvastam. Én is. Én azért nem tudok olvasni, de tényleg ez nagyon nagy bűnöm, nem olvastam könyvet kb. A Pál utcai fiók óta. Újból kezdem. Szóval egyszer a suliban télen volt... Most értelmezzük. Mert ezt hogy olvasom én? Jó, olvasd el te is. Egymás a... Kánonba. Okay. Egyszer a suliban télen volt egy hosszú jeges rész, ahol mindenki csúszkált. Na jó. Egyszer a suliban télen volt egy hosszú jeges rész, ahol mindenki csúszkált. Sorban álltunk mi is, mert körülbelül ott volt az egész suli. A végén pont a crushom volt, és ő fogta ki az... Ezt a részét! És ő fogta ki az embereket! Nem úgy, hogy kisegítette őket? A végén konkrétan nekiestem, megöleltem, és beestem a lába közé. Nagyon ciki volt. Igen, amúgy ez ciki sztori. Meg lehet, hogy... Tudod, ez amikor... gáz, tudod, hogy megrököd, véletlen megöleled, és így... Well... Anyways, táborban voltam, olyan 11:30 körül lehetett este, és még beszélgettünk, blablabla, imádom, hogy leírt, hogy blablabla, rágóztam. Erre a hülye barátnőm mond egy olyan butaságot, hogy instant rám jön a röhögőgörcs, hogy a rágóm a crushom öli a lándol. De ez tényleg, ez így van, szóval, hogy nevetsz, és kijön a rágó. Mert így, ha,
Egyszer ezt te is csináltad vele. Én rengetegszer csinálom ott ülök vele szembe, érted, valaminek kuncogja, és szembe köpött, érted? Következő, és egyben utolsó is, mert utána megyünk a McDonald's-ba. Egy barátnőmet vittem a bicikli csomagtartóján, mentünk a Tesco-ba, és elvétettem egy kanyart, és neki mentünk egy villanyoszlopnak, és elestünk. Annyira nevettem, hogy... Annyira nevettem, hogy... Befisültem, nem? Persze. A Tesco mosdóba meg kellett szállítani a Naci. Ott álltam bugyiba, Naci a kezembe, a kétszállítónál, és a vásárlók jártak ki be. A bugyitból. Szóval, jöhet a McDonald's. Yes. Következő állomásunk a McDonald's. Ott egy ló. Itt, srácok, ha minden igaz, akkor meg fogjuk kóstolni ezt az új somlolli. Te somlolli, én meg somlolli, a másik, igen, az? Te pedig egy szuper karamellás McFizz szeretnél. Nézd meg, de aztán várom a rendelését. Szia, szeretnék kérni egy somlollit és egy szuper McFizz karamellásat. Yes! Viszont kívánok! Következő ablaknál. 4-es, mi a 3-as? Eddig nem... Jézusom, ez nagyon sok. Hello! Köszönjük szépen! További szép napot! Köszi! Ez a somlójé, somlor. Ez TikTokra? Ez YouTube-ra megy, igen. Szia! Itt van a somjói, ez pedig, amúgy nem tudom mi alapján szortírozom, de úgy vagyok vele, hogy a karamell az nekem zöld. Fogalmam sincs, hogy melyik. Cheers! 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 Tejszínhab. Nagyon finomak a golyócsák benne. Így vannak benne ezek a kis som... Látjátok? Itt ez egy somlói kaluska darab. Fun fact, hogy imádom az édességeket. Bármennyit meg tudok enni. Nincs olyan, hogy elég. A cukrot is megcukroznám. Következő történetünk, operaénekesnek tanulok, wow. És volt egy első élő TV felvétel, ahol teljesen elfelejtettem az ária szövegét. Két oldalon keresztül az első 3 szóval énekeltem a darabot. Szegény. Ez nagyon kellemetlen lehet, de amúgy most nem bántás volt, de az áriának amúgy van szövege, azon kívül, hogy jajgatnak. Mármint úgy, hogy most miről szó, hogy ária, nem? Hogy... És így ennyi, ott nincs a lyrics. De hogy nem, mert... Jó, hát ez max. 2 mondat. Nem. Amikor szertelen versenyen voltam, akkor sose volt ugyanaz. Mindig improvizáltam benne, mindig valamit újítottam, és nem is értették, hogy van a gyakorlatban. Jó, de a szertorna. Tök mindegy. Nem rakhatsz mondjuk egy áriába egy Justin Bieber lyrics-et, mert az jut eszedbe. Gyerekek, iszonyatosan finom, de annyi cukor van benne, hogy nem, ami kellett volna venni vizet. No wiz. Oh my Jesus. Adrián jön a következő kérdéssel. Mindig kérdést mondok, de nem válasz, hanem sztori. Régen a volt párommal elmentünk mozizni, kajálni. A film előtt bevertem egy jó zsíros, dupla sajtos mekroját. Mikor végeztünk, indultunk haza busszal, már éreztem, hogy baj lesz, mert vert a víz. Leszálltunk a buszra, és szó szerint összefostunk. Közelben volt egy Ocean, oda mentem be rendbe tenni magam. De ez nagyon de rossz. Ez... Én fosásig nem mentem el. Tehát az, hogy szétfingok valamit, az oké, de az, hogy befosok, hát én nekem... az nagyon kri... nagyon rossz lehetett. Hát nekem amúgy az volt a legszebb, amikor megy a hasonlatod, és nem tudod visszatartani, mert már annyira híd. De olyankor pukítson szabad eleget, mert nem lehet tudni, hogy mennyire lenni, hogy nyeres-e vagy se. Kis csalóka-malóka. Igen. A barátom kitalálta, hogy menjünk el vacsorázni a barátaival, hogy megismerjem őket. A kajától nagyon durván felfújottam, ezután kitaláltam, hogy na én most kimegyek WC-re. Viszont amikor felálltam az asztaltól, egy hatalmasat fingottam. Mindenki próbált úgy tenni, mintha nem történt volna semmi. Patrikkal elmentünk a kedvenc Starbucksunkba, gondolván meginni egy súlytalan. Na, otthon érzem magam, tudjátok. És kint ültünk, és thank you! Előttünk ültek közvetlen, mögöttünk ültek közvetlen, mellettünk ültek közvetlen, tehát így körbe voltunk férve, éve. Patrik iszik, nézegeti a kis telefonját, és egy ocsmányat odafingik, tehát egy nem egy itt... Jó, nem így készül. Nem egy ilyen pff, hanem egy ilyen... rostosat oda szart, de jó hangos, tehát nem, de annyira hangos volt, és azt mondta, hát én leszarom, még egyet oda fostál. De akkor már tök mindegy, ha az első túl vagy, akkor már teljesen mindegy. És annyit tettünk kész, hogy felálltak föl, körülünk is át. Hát álljanak is föl, otthon érzem magam, kedvenc Starbucks, elmentem, csak amit akarok, és amúgy csak írok, miért hápcizni szabad, pukizni nem. A másik kedvencem a konyhás. Adjuk meg.
És ez egy tök jó mukbang videó amúgy, tehát ha kajálás közben nézed, akkor előre is sorry, hogy itt a téma a fing és a legalább popi. Együtt eszünk, miközben erről beszél. Ja? Nem? Tapos a gázba, de ne üvöltözzél már, meg, mert megijedek. Nem a lelkiismeretről van szó, hanem a figyelemről. Most éppen át fogunk menni a kedvenc Burger Kingünkbe. Azt már nagyon-nagyon szeretjük, az előző videót is ott vettük fel, ugye Adrián? Ez a burgér. Ez egy másik. Most másikba megyünk? Persze. Itt még te nem voltál. Well, megérkeztünk a Burger Kingbe, és itt van ez a két finomság, ezt fogjuk kipróbálni, mert azt írja, hogy próbálja ki. Szóval ki kell próbálnunk. King Fusion. King. Fusion. Annyit azért így elmondanánk előjáróba, hogy a vércukor szintünk az egekben, és igen. Ezt otthon ne próbáljátok ki, fáj a hasunk már most, és szinte még alig ettünk valamit, de ez nem egészséges, ez sok cukor. Jaj, ilyen sok cukrot ne egyetek, ez most tényleg a videó kedvéért van. Don't try this at home. Lehet, hogy... Na szóval, itt King Fusion-t fogunk enni, egy Snickers-es King Fusion-t és egy Bounty-sat, ez a két új, legújabb promó termékük, ezt fogjuk most megkóstolni. Szép jó napot kívánok, szeretnék kérni egy Snickers-es King Fusion-t. Snickers. És egy Bounty-s a King Fusion-t. És egy Oreo-sat. Mit kértek, két koronát? Igen, kettő ilyen koronát. Köszönöm. Köszi. Szia. További szép napot. Szia. Instant hülyenek minket mindenhol, szerintem. Well. Köszi. Tovább videó. Köszönjük. Igen, ez most így hú. Szia. Szia. Kitartás, jó munkát. Szokásos hol videón következik, itt van a Snickers-ös King Fusion, ő a Bounty, szerintem ez Bounty is lehet, ez a Bounty is, és itt pedig az Oreo, és most ezeket fogjuk megkóstolni. Tehát akkor kezdem először is a Bounty-val. Én pedig a Snickers-el, vannak benne ilyen csoki golyócskák, mint amikben Snickers-ek vannak amúgy. Szerintem ebben meg Bounty. Yes. Ha szeretném a Bounty-t, akkor jó lenne. Szóval én akkor megkóstolom ezt. Én meg a Bounty-t, melyik a Bounty? Ez a Bounty. Ú, tényleg ez ilyen... Miért van az, hogy a Burger King az összes desszertjét kimaxolja? Mert a Burger King az a zseni. De igen, szóval nem az, hogy mint a Mackie, hogy jó, akkor adjunk egy kis tejszínhabat nekik, de csak mértékkel. Konkrétan ebbe bele van darabolva gyerekek, szerintem egy egész darab Snickers. Viszont térünk vissza a Kino sztorikra. Adri átvette egyébként az irányítást, tőled az új tévéhozt. Nem, én azért vettem át az irányítást, mert a Patrik tudjon kajálni közve, de én már nem bírom. Yes. Tehát, hogy inkább meg baj neked, hogy olvasom? No, this is not baj. Ja, ezt még akkor megmutatom, hogy az Oreos, ez pedig így néz ki. Kivetted az egész. Ez egy kanál, egy adag. Ebbe maximum 3 kalória. Nagyon-nagyon jól néz ki. Hát igazából egy táborba találkoztam egy lányjal, aki elég jól néz ki. Én is lány vagyok, és azóta beszélünk, régebben, kb. 20 napja bevallottam neki, hogy crush-olom, és azt írta, hogy tudta. Na, ott haltam meg. Júj, amúgy ez mennyire jó. De várjál. Úgy tudta, hogy tudtam és viszonoztam, vagy tudtam és... Az a rosszabbik, az utóbbi. Ez sajnos ebből nem derült ki. Nem derült ki, de reméljük, igen, hogy ez összejött. Mindkettőtöknek összejött, és szupi. Hú, hát képzeljétek el, hogy még régebben egyszer voltam moziba egy barátnőmmel, és a két óriási popcornnal a kezünkben megbotlottam, és magam után rátottam a barátnőmet is, és az összes popcorn kijött, és az emberek idiótán néztek ránk, szóval ja, ez elég kínos. Na, akkor most elmesélem a Patrik sztoriát. Pont azt akartam mondani, ide be fogok vágni képeket, miket csináltam. Az Etele Plaza a prémium részlegén. Mivel a prémium moziba ott ingyen, hát úgy ingyen, hogy befizetsz egy adag összeget, és bármennyit ehetsz, ihatsz. Mindenből. Ja. És gondoltuk, hogy hát ha már indien van a nachos, és saját magadnak hozhatod ki a sajtszószodat is. Tehát annyit nyomsz, amennyit akarsz. Hányszor fordult? 3-szor mentünk ki a film nagyon alatt. Gázok voltunk. Mindenki ült, és annyit láttak előttünk, így hogy két sor, egy sor tele, és mindegy. Patrik mondta, hogy Adri, figyelj, hozz már még egyet nekem. Én miközben kimentem, Patrik felhívott. Adri, hozzá szalvétet. Minek kell? Kiöntötte a sajtszószt. Na de várjatok! Egy csavar a történetben, oké, kiöntöttem, elkezdtem sikálni, hozzá kell tenni, hogy világos bőr ez a bőrülés, tehát, és jött a nő,
hogy én eltévesztettem a helyünket, tudjátok, mert leültem, mert nem néztem pontosan, gondoltam itt csak jó lesz nekünk. Csak a sort néztük. Jön a csajszi, nő, igazából egy Karen volt. Ja, egy családdal. Hogy ez a mi helyünk, és akkor mondtam neki, dzsúvázva így a sajcosz, egy pillanat kész vagyok, nyugodtan leülhetnek, és akkor mondta, hogy hát ide már biztos, hogy nem fogunk leülni. Na jó, mert még beleüljünk a sajcosz. Még ő akart ki, mondom, basszus, most csinálom a rendet. Úgyhogy eteleplázom, nagyon-nagyon szeretlek titeket, úgyhogy ha láttátok ezt a videót, akkor nagyon-nagyon sajnálom, és ilyet ne csináljatok, srácok. Az udvaron volt az óra, majd hirtelen, ahogy akartam menni vécére, megtörtént a legrosszabb. Bizony, hamarabb indult el az a bizonyos pisi-pisi. Bepisált, magyarán, miközben ki akart menni csoroszlász. De mondjuk, akkor tisztázzuk már, hogyha ez a videó így elment ebbe az irányba. Melyik a rosszabb a három közül? Puki, kicsúszik, pisi vagy kaki? A kaka. Az a legrosszabb. A kaka. A kaka. Az, tehát jó. Az... Akkor ezzel egyetértünk. Tehát most... Írjátok meg amúgy kommentbe. Ha jó beti... lesz ez a komment szekció. Kaka, pisi, pogi, kakaland. Pipi and kaki. In kakaland. Zégy, ilyet csinálsz. Ember! És yes. Annyi a lényeg, hogy legurultam a skate-tel, mi az? A gördeszkával. A skate, sorry, yes. Gördeszka. In Hungarian we say gördeszka. Gördeszka. Hú, kicsatorom magam. Műsorszünet. Patrik rendbe fog jönni. Egy kávézó mellett volt egy ruhabolt, és voltak ott próbababák. Amikor kicsi voltam, fellöktem véletlenül az egyiket, és a parókája elrepült. Hirtelen azt hittem rá, hogy egy igazi, ezért bocsánatot kértem tőle. Kijött a tulaj, szerencsére kedves volt, anyukám visszaállította, azóta fosok arra menni. És vettünk olyan fapáci... Nem, tehát... Előjáróban amúgy annyit elmondanék, hogy lesz majd egy olyan videó a csatornán, hogy 24 óráig cukros ételeket fogok enni. Nem! Ki kell szállnom? Thank you guys, thank you for watching! Bicycle! Nem. Nem, Patrik, nem hajhatsz ide. Nem, Patrik, ha ide mersz hajni, felnyom. Ne! Bacsú! Ne, Patrik! Ne kérdezzetek semmit, jó? Engedjük ezt el. Eljöttünk autót mosni Adrival, hogy levezessük egy kicsit ezt a feszkót. A mozi jegyek közül, jó, és a Perfect Shine-a szeretném. Makadrien megérkezett, zsebében a kóddal, fején abszolút a magabiztosság jeleit mutatja. Na vajon melyikre kell kattintanom? Csak egyszerűen nyomjam meg. Na hát, celluxot kell keresnünk, hogy le tudjuk ragasztani ugye az antennát, hogy nehogy letörje nekünk ez a szuper kis utoló. Megvan a cellux, cellux, vagy tixó, ki hogyan szigetelő. Mondja. Szigetelő szallag. Nagyon pici vagy. Kocsi a helyén van, meg kell nyomni a start gombot. Forcsabb lett volna egy kinti mosó. De ez nagyon menő. Rainbow. Hogy tetszik, Adrián, a végeredmény? Csodálatos lett. Nagyon sok cukrot tettünk. Nagyon rossz. Nem. Ez a videó, ez rémes. Ez rímes. Szóval srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Bocsánat, hogy ez egy kicsikét kaotikusra sikeredett. Nem is ismét. Se gondoltuk volna, tehát nem néztük a cukor hátrányait. Igen, a cukor az eléggé veszélyes. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornára, Adi csatornájára is. Van. Csomó közös tartalom fog érkezni, ami kevésbé ilyen, mint a mostani. Ha szeretnétek még hasonló gyorsételmi kajás videókat, ne nézz! Nem? De. Igen, akkor írjátok meg nekünk kommentbe, csak ne próbáljátok ki, csak nézzétek, írjátok meg kommentbe, és találkozunk a következő videóban. Így van. Puszi, sziasztok! Sziasztok!